A hétvégén megrendezésre kerülő első Kárpát-medencei Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál és az Európai Borlovagrend avató ünnepségéről tartottak sajtótájékoztatót a szekszárdi polgármesteri hivatalban. Mindkét rendezvény június 11-én szombaton lesz, és egésznapos programot kínál. A Borlovagrend avató ünnepsége a Vármegyeházában kap helyet, amit egy látványos program előz majd meg. És minden ünnepségünk egy avatási felvonulással kezdődik, amikor is a Béla téren a megjelent vendégeink, előlépők és belépőinkkel együtt a Béla téren teszünk egy nagyon-nagyon nagy szép kört. Egy zenekar, egy fuvoly zenekar lesz a menet elején, és ennek az ünnepségnek egy hangulatot emelő, egy olyan szintet hozó, hogy méltóság teljessé tegye, a Magyar Korona is jelen lesz, a korona örökkel, a Magyar Korona másolata, természetesen az eredetit nem lehet elhozni. A Tolnai megyeszékhelyen először rendezik meg a Népművészeti Fesztivált, aminek a leglátványosabb része a felvonulás lesz, illetve a Táncol a tér elnevezésű esemény, ahol a Béla Király téren 37 egyesület 900 néptáncosa fogja egyszerre muzsikával, énekszóval és tánccal megtölteni a teret. Az egyedisége a programnak, hogy ugyanezen a napon 30 határon belüli és határon kívüli városban is megrendezik ezt az eseményt, közel 25 ezer néptáncos, népzenész részvételével. A népművészetet közelebb hozzuk az utca emberéhez, nem koreográfiák és színpadi művek lesznek láthatók, hanem az a fajta saját tánc, amit a székelyek, a németek, a koppánymentiek, a sárköziek táncolnak. Magyarul mi ezt úgy hívjuk, hogy improvizatív táncokat látnak, ami azért is érdekes, mert bevonhatóak az emberek pillanatok alatt ezekbe a dolgokba, és ez is a cél. Gyurkovics János szekszárd alpolgármestere elmondta, öröm, hogy miután sikeresen lezajlott a Pünkösdi Fesztivál, már is újabb rendezvényen vehetnek részt az emberek. Örülünk annak, hogy itt folyamatában ilyen színvonalas rendezvények vannak, és én azt arra szeretném felhívni a figyelmet, arra szeretnék kérni mindenkit, hogy gyakorlatilag itt látva a komoly előkészületeket és a látványos programra való felkészülést, minél többen vegyünk részt, tiszteljük meg a rendezvényeket, és természetesen egy tartalmas szórakozást is nyújtanak ezek a lehetőségek. Június 11-én szombaton 9 órától egészen estig vehetnek részt az érdeklődők a város több pontján megrendezésre kerülő programokon.